Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudás Forrás, én Pinkie Attila vagyok, és a mai videóban arra fog beszélni, hogy bizony a Binance US felfüggeszti az amerikai dollár depozit lehetőségét, sőt az amerikai dollár kiutalását a váltóról is hamarosan felfüggeszti, már is beszélek erről. Aztán itt van Gary Gensler barátunk, aki az 1920-as évek amerikai tűzdéhez hasonlítja a mostani kriptópiacot, ami akkor ugye tele volt mindenféle csalásokkal és dicséri azokat a törvényeket, amiket szerintem most is ugye kéne alkalmazni, de mindegy beszélünk akkor erről is, valamint a harmadik hír pedig arról szól, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet most támadja a különböző social felületeket, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, hogy nagyon sokat tehetnek arról, hogy egy csomó ember ugye kriptós csalások áldozata lett, és ezzel kapcsolatban mindenképpen kéne tenni valamit. Szóval ezekről szól a mai videóban. Természetesen hozom majd a kérdezfelek robotot, amit nagyon hasznos szokott lenni számotokra. Ez lesz majd a videó második felében. Valamint megint készültem egy könyvajánlóval, mert ezeknek szoktatok egyébként örülni. Most éppen egyet olvastam, és ez nagyon tetszett nekem. Egy pár gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. És hogyha számodra is hasznos ez a tartalom, amit gyártok, akkor mindenképpen iratkozz fel, ugyanis. Napi ö, rövid hideket is kaptok mindig a YouTube csatornán, kaptok emellett ugye a hosszabb videókat hétfőtől péntekig, és így semmi fontosról nem maradsz le. Szóval, ha érdekel téged a kriptovilága, a blokklánc világa, a különböző összefüggések, hogy ne csak tényleg a hírek legyenek úgy beolvasva, hanem nézzük meg, hogy mi van itt tényleg mögötte, akkor itt a helyed, ugyanis itt egy teljesen ingyenes tartalom, minden nap tudod egyébként fogyasztani, és nem maradsz a semmiről. Feliratkozogom, csengetjük összes, ennyi az egész. És hogyha tetszik, amit gyártok, akkor pedig egy lájkot tudsz nyomni, neked csak ez a dolgod, ez pedig nekem egy tök jó visszajelzés, azt köszönöm szépen, és akkor vágjunk is bele. És hogyha szeretnéd magadat edukálni, akkor minden fontos dolgot megtalálsz egy helyen. Most már ez nem más, mint a www.blockchainbloom.com. Tehát tényleg, hogyha idejöttök, akkor itt vannak a, először is itt van a, 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 a tudásforrás fülben jobb fölül ugye a hasznos ö, linkek. Tehát akkor ide tudtok jönni, itt van akár a ledgertől kezdve a Binance-re, a Coinbase-ről feliratkozás, nagyon-nagyon-nagyon sok minden könyvekkel kapcsolatos linkek, TradingView és így tovább. Tehát a minden fontos link, ez itt egyébként megtalálható. És akkor emellett pedig természetesen, hogyha szeretnéd magad továbbképzelni, nézzék, teljesen ingyenes képzés, órás kurzus, tényleg, aki bel akar vágni a kriptóban, nagyon-nagyon fontos dolgok vannak itt felsorolva. Itt van egyébként abszolút a, a tartalma, ezért tudod, hogy mit töltesz le. A lényeg az, hogy itt is segítsen, és, és a, a, a bizonytalanságon egy kicsit tényleg segítsen, hogy, 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 tovább tudjál lépni, vagy el tud dönteni, hogy akkor ez téged nem érdekel. Tehát tök jó alapjaid legyenek. És természetesen ugye itt vannak a képzések, amikor egy-egy témát mélyebben ö, taglalok, és, és, kicsit jobban leássuk, hogy tényleg legyen stratégiád, tudatos lehessél ebben, tudatosan tudj egy medvepiacban cselekedni, hogy ebből a legtöbbet tud kihozni magadból, vagy éppenségen megérzed a bitcoint, a blokklánc ö, részét a dolognak. A könyv, ugye, ami már nagyon sokan tényleg megvásároltatok, és rengeteg visszajelzést kaptam tőletek, hogy tényleg aki kezdő, az is nagyon-nagyon jól meg tudja belőle érteni itt az alapokat, ez a legnépszerűbb a hármas csomag, mert még egy szótár is jár, és még egy gyakorlati útmutató, ugye, hogyan vágjál bele. És természetesen a Patreon csoport, ahova a mai nap folyamán is föl fog kerülni egy új videó. Ugye most tettem, nem még föl két napja az adósság plafon eltörlése után, ugye mi történik. Nagyon fontos, hogy előre tudjunk gondolkozni mindig azért, hogy időben legyél ott mindenhol, ha bármi fontos dolog történik ide, azonnal fel tudom tenni. A videó, még elkészül, az nyilván picit ö, több idő, de aki itt van, akkor így nem ö, ö, marad le a friss infokról. Ma is teszek föl videót, ide természetesen jön a heti elemzés, megnézzük a blokkláncadatok alapján, mi is történt most igazából a piacon ezen a Héten, amikor is ugye ezek a rém hírek megérkeztek a Binance támadása, a Coinbase támadása az SCC részéről. Tehát mindig érdemes minden héten átnézni, hogy éppen hol tartunk, és akkor mindig tudod, hogy éppen mi van, és tudsz annak megfelelően lépni a stratégiádat alkalmazni. És akkor nézzük meg a piacot. Szóval a piac úgy néz ki, hogy jelen pillanatban a bitcoin közel 1%-ot emelkedett az elmúlt 24 órában, az Ethereum ennyit azért nem 0,2%, de minimálisan pluszban van. Ha megnézzük a nyerteseket, óriási nyertesek nincsenek most ebben a helyzetben, Mass Network 5%-ot, nem föl XTC 4% és Sui kb. 4%-ot. A vesztesek nagyon hasonlóan ehhez képes, Stacks közel 5%, Cardano 3%, Vichén majdnem 2%, kicsit több és ugye megnézzük a Bitcoin gyertyacsártot, akkor láthatjuk, hogy ugye ez a piros gyertya, ami itt kirajzolódott június 5-én, ez volt az első támadás igazából, amit az SEC indított a binance el szemben. Aztán, amikor már Coinbase támadás jött, és minden, akkor már elkezdett felfelé menni a piac, és jelen pillanatban is itt tartunk. Tehát igazából, ha azt veszük, akkor ez lenyomta a 27.200-ról egészen 25000 400-ig egy picit, egy pillanatra a dolgot, egy, egy, egy nap erejéig, ha úgy tetszik. És utána már is jöttünk vissza, most is 26.600 környékén vagyunk, és ez egyébként ez egy igencsak kemény hír, ahogy most támad a, 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 az SEC, de ennyire mutatja az, hogy a kripto az nemzetközi, globális nem az USA-hoz kötött. A bitcoint abszolút nem érinti, hogy az SCC most a különböző altokat próbálja támadni és centralizált váltókat, attól még a Bitcoin ugyanúgy tud működni, hiszen egy peer-to-peer -peer rendszer. Tehát ez is mutatja a bitcoinnak az erősséget, hogy ilyen hírek ellenére is így tartja magát, és abszolút eladási nyomást ez nem indított. El. Na, de akkor már is menjünk rá az első hírre. Az első hír pedig nem szól másról, mint arról, hogy a Binance. Matthews hogy bizony felfüggeszti az amerikai dollár ugye, befizetésének a lehetőségét, tehát a depozitot, sőt a kiutalást is fel fogja függeszteni. Ugye azt nagyon fontos elmondani, hogy Binance US, jó? Tehát nem a Binance international beszélek, amit egyébként a többségünk használ, ez itt azokra vonatkozik, akik a Amerikában, tehát amerikai állampolgárokra is, akik onnan használják a Binance-et. Szóval, ugye kénytelenek voltak lépni itt a, a nyomás hatására, és azt mondták, hogy az amerikai dollárba való befizetés, tehát hogy te dollárt juttas be a Binance US-re, ezt felfüggesztik, sőt, a partner bankok pedig a kiutalást június 13-tól, hamarosan azt is el fogják függeszteni, tehát amerikai dollárt nem tudsz majd kiutalni a Binance US-ről. És azt mondják, hogy valószínű, aki ugye a, az amerikai dollárját, az pedig át lesz váltva stablecoinba, feltételezik, hogy USDT-be. Szóval jelen pillanatban ö, most ö, itt állunk, erre egyébként lehetett számítani, tehát ugye beszéltünk már arról, hogy hogy itt ö, ugye próbálják a, a, a Binance eszközeit is ö, majd befagyasztani, erre is van egy sürgőségi kérelem, tehát lehetett látni, hogy itt a Binance US-ről beszélünk, ö, lehetett látni, hogy valószínűleg ilyen lépések fognak jönni, én továbbra is mindig annak a híve vagyok, hogy kriptóváltón, tehát Binance, tök mindegy melyik váltó, ne tartsunk kriptót. Miért tenném azt a kockázatot ki? Hogy, 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 ott van, amikor uh, tudom azt uh, biztonságosabban is tárolni, mert minden nap jöhet egy ilyen hír, hogy ó, oh, mától ezt felfüggesztetük, ja, az bezárta, ő nem kap engedélyt, itt nem tudom, megszűnt az a pár. Mert teljesen ki vagy szolgáltatva a váltóknak, tehát ne legyél kiszolgáltatva, minél jobban csökkentsd a a centralizált ugye, szervezetekhez, mert pont ez a kriptó lényege, hogy decentralizált módon működjön, én szerintem a jövő sokkal inkább a, a, a különböző ö, dexekben és ezekben található, nincsen a centralizált ö, ö, rendszerekben. Ugyanakkor a Binance azért igencsak ö, jól áll. A egyes források szerint van ö, kb. 1 milliárd dollárja mm, erre a perre, hogy elköltse. Hát azért ez egy elég szép summa, a legjobb ügyvédeket mindenki meg tud ezzel vásárolni. A belegondoltak, állítólag az XRP ügy 150 millió dollárban van az XRP-nek, vagy a Ripple-nek ugye eddig. És ö, egész jól állnak ugye azt mondják, hogy, 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 hogy nem is állnak rosszul annyira a perben, ennek a többszörösével rendelkezik a Binance, tehát az innentől kezdve akkor megint ott tartunk, hogy, hogy évek, mert az, hogy az SEC ezt mondja, ott egy bírósági döntésnek kell lenni, hogy igen, így, így vagy úgy, um, és azt, azt azért tudjuk jól, hogy, hogy, hogy fellevezéseken mindennel tök jól el lehet egyébként húzni, és emellett ugye még ugye érveket is kell találni, és hát azért lehet látni, hogy Gerinek is van azért vaj a fején, tehát ő se teljesen makulátlan. Na, szóval érdekes, érdekes lesz ez a, a, a dolog. Ahogy elnézem, a bitcoin jelen pillanatban ez annyira nem ö, hatja meg. Jó, csinálják úgymond, aztán a következő hír Gary Genslerhez köthető, tényleg emberünket mindig fölhozhatjuk, de ő most azt mondta, hogy a mostani kriptópiac az 1920-as amerikai tőzsdepiachoz hasonlít, ami tele volt ugye annó csalásokkal. Szóval Gary Gensler azt állítja, hogy a mostani kriptópiac olyan, mint 1920-as években a tőzsde piac volt ugye az Amerikában, tele csalásokkal, és hogyha meghallgatjuk a kis rövid beszédét, itt van egy rövid rész kivéve, lehet hallani, ahogy mondja, ahogy, ahogy hangsúlyoz, hogy, hogy itt azért itt személyes dolgokról is van szó, tehát nagyon érdekes, hogy az valaki, aki az MIT-n a, a blokkláncot és ezt a technológiát oktatta, és kripto, és minden, az, hogy, hogy, hogy szembe megy ezzel az egésszel. Fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, the public being left in line at the -courts. We've seen this story before. Huck. Ez csak egy kicsi, kicsi, kicsi rész, ahogy itt el is mondja. Szóval amiket itt mond, ugye itt látja, itt van, hogy hogy, 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 nem tudom, Frosters, Huxers, mindegy, a csalókról eh, beszél. És a lényeg az, hogy eh, azt állítja, hogy ahogy a kongresszus megtisztította a tőzsdét az -papír törvények elfogadásával, <coughs> Ugye az SCC is megtisztítja a kriptópiacot e törvények alkalmazásával, tehát ugye neki ez a, ez a célja. És akkor hát dicsérte ugye itt az 1933-as értéppapír törvényt, valamint az 1934-es értéppapír törvényt is, ugye itt lehet ezeket látni. Uh, és azt állította, hogy ezek a uh, törvények tették lehetővé, ugye hogy az Egyesült Államok értékpapír uh, piacai virágozhatnak, virágozhattak ugye a következő 88 évben, és azzal élvelt, hogy a mai kriptó ugye, uh, piac is uh, profitálna e törvényeknek az alkalmazásából. Aztán azon persze érdemes elgondolkozni. Nyilván ott azon a ponton egyetértek vele, hogy rengeteg csalás van a kriptópiacon. Uh, de ugyanakkor uh, viszont uh, nem szabad szóval elfelejteni, hogy azért látjuk a dátumokat, nem? Tehát 1933-1934, tehát akkor a kanyarban nem volt a digitális kor, az internet, a web 3 világa, a CBDC-k, a bitcoin, és még akkor sorolhatnám. Tehát nem biztos, és ez csak az én szubjektív véleményem, hogy egy ilyen mamut korabeli törvényt kéne a mostani digitális világra ráhúzni. Lehet abból használni dolgokat, de szerintem fontos lenne egyébként csomó szempontból kiegészíteni. De nem biztos, hogy megfelel egyébként a, a mostaninak. Lásd, Európai Unió, Mikával ugye egy kicsit újabb vizekre evez, ott, ott, ott próbálnak új dolgokat kitalálni. Itt meg egyszerűen ezeket dicsérik, hogy az annó megmentette akkor a, a, a tőzsdét, és innentől kezdve azt kell használni. De hát azért itt ez egyébként tényleg itt a 30-as évekről beszélünk. Na mindegy. Ezt mindenki magának eldönti, szerintem ezt nem lehet így ráhúzni a, a, a digitális világra egyértelműen. Aztán a harmadik hír pedig arról fog szólni, hogy az európai fogyasztó szervezet az ugye, célba vette a kriptós hirdetéseket a social felületeken, tehát Instagram, Youtube, TikTok, Twitter. Nos, az Európai Fogyasztói Szervezet, tehát az a European Consumer Organization, ami igazából 32 ország 46 független fogyasztói szervezetének úgymond egy csoportja, kihozott egy ilyen dokumentumot, meg a címe Hype and Harm, tehát talán hype és ugye nem tudom, ártalom, vagy nem tudom, vagy így tudnám fordítani. Uh, és ez a 20 oldalas uh, dokumentum van a csoport kijelenti, hogy a fogyasztók nincsenek teljesen tisztában a kriptóval kapcsolatos kockázatokkal. És ugye itt le is írja, hogy uh, ugye itt van a TikTok, Instagram, YouTube, felős azért, hogy ugye lehetővé teszik a kriptós uh, soknak a megtévesztő reklámok elszaporodását, uh, hirdetések formájában, influencereken keresztül, és ugye ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, amely ugye a fogyasztókat súlyosan meg tudja károsítani, hiszen látjuk, hogy mennyiféle kriptós uh, csalás van. És tényleg azt kell mondanom, hogy, hogy a social felületeken ezek nagyon-nagyon uh, elterjedtek. Tudjátok, hogy én is egyébként okkal Ö, nem hallotok tőlem, hogy akkor most jönnek ezek a projektek, és akkor mindig tolok valami projektet, és itt csináljátok, ebbe szálljátok, ezt csináljátok. <kül> Ezekkel a, a, influencerekkel én igazából itt a, tehát ezzel nem tudtam soha azonosulni. Tehát különböző MLM rendszerekbe berángatni az embereket, különböző ilyen, ilyen, ilyen projekteket eladni, hogy ez a shitcoin az jó lesz, ved hidd el, most csinál gazdag lesz, gyere be, szállj alám. Azért tudnunk kell, hogy, 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 hogy a, a, többség, aki az ingyenes tartalmakat a YouTube-ot nézi, az, azok, azok, nagyon könnyen befolyásolhatóak, és ezért az emberek, akik itt vannak a social médiában, igenis van felelőssége. És minden projektet csak azt mondani utána, hogy hát, Tudom, nagyon jó volt, mondtam, hogy nem befektetési tanácsadás, és akkor persze mindannyian buktunk belőle. Én nem, mert én rengeteg pénzt kaptam, hogy ti beszálltatok, és ugye alatta voltam. Tehát ez szerintem nem túl korrekt. Ezért vagyok úgy, hogy hogy, hogy én az a missziója a blockchain, és ezért nem csak ilyen kurzusokat arról, hogy, hogy akkor ez a projekt, és akkor ezt így fogod megvenni, és akkor ez így fog neked pénzt hozni, és nem tudom, hanem az a lényege, hogy objektíven bemutassuk a kriptópiacot, hogyan fejlődik, hon, ahol vagyunk, és napra készek legyünk egyébként benne. Tudjuk, hogy mik a buktatói, mik az előnyei, mik a hátrányai, és ahogy szokták mondani, hogy nem halat kell adni az embereknek, hanem horgászni kell őket megtanítani, vagy halászni. Ö, azt szeretném, hogy ebben a zavaros ízben ti is tudjatok úgy halászni, hogy rendelkezzetek azzal a tudással, hogy saját magatok ki tudjátok választani a dolgokat, és ö, saját felelősségre. És akkor tényleg nem lesz szükség azokra, hogy, hogy nem tudom, ö, amik ilyen különböző ilyen, ilyen nem tudom, ilyen promótálása a dolgoknak. Ugyanakkor a, az is ott van, hogy azért nem szabad elfelejteni, hogy az embereket nem lehet feltétlenül mindenkit megmenteni. Tehát, ha látsz egy reklámot a tévében, amik egy ételt reklámoz, most éppen ezért jutott mint példa, és tudod, hogy azt az ételt nem szereted, vagy éppenséggel nem tudom, neked csikart tőle a hasad, most csak mondtam valamit, akkor nem fogod megvenni. Mert tudod, uh, itt is arra lenne szükség, csak sajnos ugye óriási hiány van a pénzügyi edukációban, pláne itt a kriptó digitális térre, hát aztán teljesen el vagyunk veszve. A, hogyha akár az oktatási rendszert nézzük, de ugye blok is. És euh, pontosan ezért az emberek nincsenek tudatában. Viszont sajnos mi ezekkel, ugye el van a mézes macak, hogy milyen baromi gazdag lehet, aztán egy-két influencer meg is mutatja, hogy akkor ő neki nagyon jól megy, jól csinálja, és akkor ugye ebből, ez a projekt, én mutatom, én ebből szedem meg magam, akkor sokan vannak úgy, hogy hát ez a nagy lehetőségem, és akkor menjünk. Arról nem beszélve, hogy ugye ezek a direkt megkeresések a Facebookon keresztül, a nem tudom, mint. Tehát tényleg, de borzasztó, rengeteg, rengeteg csalóban. Mindig szoktam mondani, hogy az altko több mint 90%-a szerintem kuka a kriptóban, több a csalás, mint ugye, ami, ami, ami nem. Ezért kell megtanulni ugye ennek megfelelően ö, cselekedni. És, ö, és, itt lehet, hogy majd idővel ugye elő lesznek véve ö, azok, akik, akik különböző projekteket népszerűsítenek minden, mert, 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 mert ez, ez befolyásolása ilyen szempontból a, a, az embereknek. Én próbálom objektíven bemutatni a híreket. Én ebben hiszek, de azt nem úgy csinálja, hogy szeretné. De nagyon érdekes, hogy itt Európáról beszélünk, Európai Unió, mekkora egyetértés van itt mindig minden. Itt van tessék, Franciaország, ugye, már erről a híről is beszámoltam, ahol a Szenátus jóvá hagyta azt a módosítást, hogy ugye lehetővé teszik, a kriptó vállalatok számára, tehát kriptos cégek számára, hogy be vannak jegyezve, tehát hogy ami, ami jóvá van hagyva, hogy közösségi média influencereket alkalmazzanak, és hirdetéseket és promóciókat nyomjanak ugye rajtuk keresztül. Most a döntött így Franciaország. Na, szóval ennyit akkor erre az egyetértésről. <laughs> Nyilván itt a regisztrált kriptos cégekről van szó. Na jó, ennyit akkor erről, és akkor evezzünk át egy kicsit a kérdezfelelek robotra. És aki ugye szeretne kérdezni, az megteti ezt mindig az aktuális ö, videó alatt, ö, és ez már így van tényleg úgymond ezer éve, mióta létezik a csatorna. Nagyon korán elkezdtem ezt a komment szekciót és abban való beszélgetést, és ez tök jól működik. Szóval, hogyha te is ugye ö, szeretnél bármit kérdezni, írjál bátran, amire tudok, itt válaszolok, egy tök jó beszélgetés szokott sokszor kialakulni, téma ez mindig akkor a következő videóban, tehát a, a videónak ezt a részét úgymond ti szerkesztitek, és ha viszont tőlem akarsz kérdezni, akkor direkt be a Patreonba írjál, és akkor neked személyesen fogok 24 órán belül válaszolni. Na jó, meg is osztom akkor itt a képernyőt. Szia Attila! Két kérdésem van, melyek nem ö, kapcsolódnak egymáshoz. Egy, a tegnapi kérdésemre válaszoltál, hogy nem tudod, a szatosnak a satoshi Nakamoto, a Genesis blokk kibenyászásért kapott első 50 BTC-t. Így van, tényleg nem tudom. A, de egyáltalán milyen lehetőség volt 2009. januárjában? Akkor még szerintem a MedGox sem volt, meg hardware wallet sem. Nagyon kíváncsi vagyok erre, ö, hogy akkor mind lehetett BTC-t tárolni. Ez szerintem nagyon egyszerű, tehát a, a tárolása a bitcoinnak nak úgymond az mindig a blokkláncon van, tehát alapból Szóval. Az, hogy a privát kulcsot hozzá hol tárolod, tehát valószínű, akkor a számítógépen, különböző ilyen drive-okon így lehetett akkor, 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 tárolni. De nem volt veszélye is, mert hogy nem volt értéke a bitcoinnak. Tehát gondolj be, az első bitcoinok kijöttek, első, nem tudom, pár száz, pár ezer bitcoin. Hát még gondolj bele, hogy ez 2009 és 2010 májusában, ugye Hanyasz László még 10 ezer bitcoin fizetett annó, ugye kettő darab pizzáért. Tehát gondolj bele, hogy rá másfél éve 10 ezer bitcoinnak milyen értéke volt. Tehát ennek az 50 bitcoinoknak, amit kaptak ott kibenyászásért, nem volt nagy, tehát szerintem simán akkor a, a privát kulcsot, tehát a blokkláncon tárolva van a bitcoin, a bitcoin blokkláncon, de e, akkor a privát kulcs meg egyszerűen el volt tárolva szerintem számítógépen különböző. Aztán utána a privát kulcsot persze lehet nagyon szépen ugye, tovább vinni, vagy úgy címet tételni. Mindegy, szóval hogy rengeteg lehetőség van, de, de, de szerintem anno így volt. Mondom ezt úgy, hogy természetesen nem vettem részt abban a korban, tehát nincsenek személyes tapasztalataim. Sajnos. Azt mondja, van neked olyan néződ, platina tagod, aki annak idején tanítványod volt, arra gondolok, amikor angol magántanár voltál, csak kíváncsi vagyok rá, hogy esetleg ismered téged valaki tanárként is, meg youtuberként is. Hát úgy igen, hogy vannak, akik tudom, hogy olvasták azóta a könyvemet, valahol tudod, utcán találkoztam velük, és akkor ó, láttalak azóta, vagy nézik a YouTube csatornát. Nem tartom velük úgy a kapcsolatot, tehát így a, 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 tanítványokkal azóta, de, de, de van, akivel így, így találkoztam. És nyilván, akik a, a 2019-es év vége felé még ugye hozzám jártak, ők tudtak arról, hogy azért fejeztem be 2020 elején a tanítást, mert ugye ez a kriptos történetbe vágtam bele, és akkor már tudtam, hogy egy YouTube csatornát mindent akarok majd csinálni, amit ugye májusban indítottam meg 2020-ban, de ennyi. Nem tudok, -e. nyilván gondoltam bele, hogy akkor megint egy medvepiacban voltunk benne. Gondoltam bele, hogy 2020 elején volt a pandémia, és megint leennent 3000 valamennyire ugye ott a bitcoin. 2020 ugye márciusában volt. Szóval akkor megint nem volt túl népszerű. Tehát uh, szerintem a többség inkább furcsán nézett rám, hogy, hogy oké, okay, nagyon jó csinált, hajrá. Um, de, de tehát utána lehet, hogy később, amikor fölment a piacok, ó, mivel is foglalkozik, akkor lehet, hogy megnézték jobban a videót, de, de szerintem. És egyébként igazából velük akkor is ott nem sokat beszélgettem erről, nem ez volt az, az órának a témája. Szia Attila, Ledger Seed Phrase vissza lehet állítani a tárcát Trezorra, és kompatibilis, üdv, köszi. Uh, igen. Tehát uh, igazából a lényeg, a BIP 9-es rendszert használja, mindegy, hogy a SafePal, Ledger, Trezor, tehát egyik a másikon simán visszaállítható, ilyen szempontból abszolút nem függ ez a, a, a márkától, ugyanis egységes a, a rendszer, amit használnak. Aztán itt följe volt, igen, többen írtátok, ezért bátorkodtam is, hogy tenni könyvötlettel készülni, és pár gondolattal itt a végére, hogy szia köszi a mondókat a videó végén, nekem többet ér, mint bármelyik kriptós ír, ez tök szuper egyébként, ez a kriptos videókat csinálok, de sok embernek valamikor ez ér többet, de nagyon örülök, hogy ilyen tartalmat is tudok adni, ami van, akinek hasznos mentem pozitív a kisugárzásod, ezért is nézem a videóidat, köszi szépen a munkádat, csak így tovább. Na, örülök, hogy ez jön ki, de egyébként tényleg, tehát hogy most már azért, aki, aki, ismertek engem most már, akik régóta is követnek, már több mint három éve, több mint három éve minden nap kiteszem az arcomat a videóra. Tehát nyilván azt nem tudod megjátszani, hogy hogy, hogy ah, minden rendben, jókedvű vagyok, Oké. Okay. Azt lehet, hogy egy-két videóban lehetne adni, de, de akkor éreznéd, hogy, hogy uh, á, itt valami, akkor lehet, hogy még sincs rendben. Tehát én tényleg ilyen vagyok, tényleg így gondolkozom, tényleg ezekben a dolgokban hiszek, és tényleg jól működik nekem. Tehát én azért is ö, ö, merek ezekről beszélni, mert, mert szívesen megosztok olyan gondolatokat, amik nekem bejöttek. Aztán mindenki magának eldönti, hogy á, ezzel tudok azonosulni, mert én sem tudok egyébként mindennel. Csomó könyvet olvasom, és azt mondom, hát jó, de ezzel ez, ez nem vagyok, ezzel nem értek egyet. Persze persze, bírálj fölül mindent, de, de maga ez a pozitív gondolkodás, és, és maga az, hogy ebben a flóban tartod magad, ö, szerintem ez egy, ez egy jó dolog, és azt látom, hogy egy csomó embert viszont húz magában, van egy másik üzenet is, hogy én most kezdtem kriptózni, szeretnék nem kimaradni, esetleg későn belépni a Bika piacra, köszi mindennapi anyagot, és hogy napra készre ne vesz minket. Sokat tanultam már tőled, de nagyon bírom az ilyen monológokat, tehát hogy sokan írjátok ezt vissza, ez és nagyon szépen köszönöm ezeket a fajta visszajelzéseket, mert nyilván ez az egész és műsort én úgy szerkesztem, ez nektek szól, tehát hogy, nektek csinálom. És, és, és hogyha ha megkapom ezeket a megerősítéseket, akár ezen a téren is, akár kriptótéren is, akkor, akkor tudod, úgy tudom alakítani a dolgot. És akkor nyilván itt vannak a kriptós hírek, de nem a közepébe fogom betenni, de azért hozom mondjuk a végére ezeket a gondolatokat, hogy aki valamiért tényleg csak a kriptóért van itt, akkor az kész, le tudja vágni, tudja, ott vannak a, 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 a mi az időbélyegek, lehet látni, hogy hol vannak a kriptósírek hírek, honnan kezdődik, melyik hír. Tehát pontosan azért mindenki megtalálja magának, de akit ez érdekel, az meg megjön meg velem tovább akkor. Nos, a mai könyv, amit így hoztam nektek, ezt, ezt éppen most fejeztem be, tehát hogy nekem is úgymond friss az élmény. De pontosan ezért, mert erre a pozitív lendületre akarom ezt egyébként ráfűzni, és szerintem abszolút ide illik. Mindenki választottam most egy felületet, ahol éppen ezt megláttam. A titok, biztos sokan ismeritek, de ez a titok szeretet, egészség és a pénz mesterkúrjú című, című könyv. És, és ezt, ezt, ezt olvastam el. Én mondja, én maga éppen nekem a, nyilván a titokkönyv is tetszett. Ebből is volt, ebből is már valamit olvastam. Itt ugye az egész, egész igazából valahol azért a vonzás törvényéről szól, hogy ahogy te azt a e azt elhiszed, már úgy éled magad, minthogyha az, amit szeretnél, abban már te benne lennél, akkor azok a dolgok fognak megtörténni, és ez mindegyik irányban működik. Tehát, hogyha te ö, magadat ugye ö, abban tartod, úgymond egy ilyen negatív hullámban, tehát mindig ö, reklamálsz, panaszkodsz, betegségekről beszélsz, erről arról, akkor igazából ezt a dolgot fogod ö, magad köré bevonzani. Ha ennek az ellentétjét, tehát a pozitív dolgokra fókuszálsz, akkor viszont a, a, a tényleg, hogy az egészségre vannak céljaid, konkrét céljaid vannak, azok megvannak hozzá a vízió, és nem azon ügyködsz, hogy mindig a, mindig a hogyanon, hanem igazából megvan, hogy mit szeretnél és igazából azt, azt majd valahogy az univerzum az, az úgy alakítja neked. Egyébként ez persze egy kicsit fura beszélni, mert, mert, mert nagyon sokan biztos úgy gondolják, hogy jó, oké, ezek megkattantak, de, de mindjárt én mondok egy példát, hogy mennyire más, hogy egy valaminek egy pozitív, úgymond környezetet és köntöst adsz, vagy egy negatív környezetet. Élek a könyvnek az egyik példájával, hogy az emberek általában, amikor számlákat fizetnek be, általában anyáznak közbe. Tehát, hogy itt van ez a szemét szolgáltató, most mondom azt az internet szolgáltató, és akkor kijött a számba, hogy ah, én számlákat kell befizetnem a postán, de majd, utálom ezt. Tehát az egészet egy teljesen ö, negatív ö, ugye, dolog veszi körül. És soha nem gondolnak abba bele, hogy milyen szerencsések, hogy ezt a számlát ők befizethetik. Internet számla. Ha nem fizetnék havonta internet számlát, akkor igazából nem tudnám ezt a rengeteg információt a különböző videókból ö, magamba ö, szívni, amit ugye itt a, 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 a YouTube-on nézek. Nem tudnék ilyen gyorsan hírekre ö, 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 ugye rákeresni, információkat találni, aminek köszönhetően Ugye tudok akár a piaci, kriptós piaci környezetben is lépni, de akár sokszor csak a, a, az életben ugye segít hozzá bizonyos dolgokhoz, <coughs> Mennyi mindent megsporolok azzal, hogy az interneten keresztül tudok dolgokat vásárolni, és nem kell elmennem abba a boltba, és ott nekem sorban állni, és az időmet abba ö, beleáldozni. Ö, annak köszönhetően, hogy van internet hozzáférésem, fel tudok tölteni dolgokat az interneten, lásd ezeket a napi videókat, amik egyébként ö, nagyon sok ember számára a visszajelzésekből tudom, hogy hogy nagyon hasznosak. Tehát, amikor én befizetem az internet számlámat, akkor hálát adok azért, hogy van egy ilyen lehetőség, van egy ilyen szolgáltató, aki ezt nekem elvégzi, és én azzal, hogy ezt kifizetem, ennyi mindenhez hozzá tudok jutni. De itt még nem az áramszámlába is, vagy ahogy a fűtés számlába, hogy hányan ott vannak hogy, 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 nincs is lehetőségük, ugye, megfagynak tényleg, mert hogy baromi hideg van, vagy, vagy nincsen tiszta vízük, de hogy, hogy neked megvannak ezek a lehetőségeid. És hogyha ha ezekre így gondolsz, akkor teljesen másképp fog a, a hangulatot alakulni. És ha igazából, ezt mindenki csak, csak te, 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 tedd meg azt, hogy, hogy, hogy tegyél egy próbát, tegyél egy próbát, hogy milyen érzések keringenek benned, és melyik a jobb? Döntsd el. Amikor meg kell, így be kell fizetned, lásd ezt a számlát. És közben nem tudom, hogy negatív gondolataid vannak, meg utána ezt, meg azt nézed, hogy be kell fizetni, meg minden, ezért, ó, csak hátamra minden. Vagy, amit előbb elmondtam, ebből a gondolatkörből, hogy miért adsz hálát, hogy ezt te befizetheted, mert ezért te ennyi mindent kaptál, és, és, és te ez ennyi mindent hozzásegítettél az életben. És akkor lesz egy különbség, hogy amikor hálát adsz valamiért, akkor egy jó érzés kerít hatalmába. Amikor reklamálsz valamiért, akkor egy rossz érzés. A kettő együtt nem tud benned lenni. És hogyha a dolgokat úgy közelíted meg a jó érzés felől, akkor egyszerűen egy olyan flóba kerülsz bele, ami még több jó dolgot hogy bevonzani, ugyanis azokat fogod észrevenni. Ott lesz a jó, meg a rossz, mindegyik ott van. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki mondjuk egy autót kinéz magának, és akkor azt mondja, hogy hú, de jó ez a kocsi, egy ilyet szeretnék, és ő hirtelen elkezded azokat az autókat látni, hogy nem is tudtam, hogy ennyi van. És miért? Mert arra kezdesz el koncentrálni, arra hogy az jár a fejedben. Ugyanígy van a jó és a rossz dolgokkal is. Tehát te döntöd el, hogy igazából az életedet hogyan szeretnéd élni. Mert mindenkinek az életben vannak problémái, mindenkinek mások. Mindenkinek ugye vannak gondjai, mindenkinek vannak nehézségei, mindenkinek vannak jobb és rosszabb időszakai, mindenki volt valamiben, valamilyen betegsége már volt, és abból kijött, és hogyha csak az általános dolgokért, tehát hogyha maga az, hogy én is elmegyek, mit tudom én, futni, és igazán hálát adok azért, hogy nekem van két lábam, amin tudok futni, van, egészséges vagyok, hogy bírom ezeket a tempókat, hogy, 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 hogy amikor bármit csinálsz, hogy amikor az interneten keresel, hogy itt van a kezed, és azon tudsz gyorsan, gyors és gépérni például, hogy akkor, akkor, akkor gyorsan rákeres dolgokra, vagy gyorsan valamit megírjál, hogy ezekre te, te megvan, hogy, hogy na jó, szóval érted, hogy olyan alapvető dolgokat tudsz egyszerűen sorolni, megállás nélkül, ami megvan neked, és nagyon boldog lehetsz, mert találsz embereket, akik nem rendelkeznek ezekkel a dolgokkal, és köztük vannak olyanok, akik még boldogabbak azoknál, akik ezekkel rendelkeznek. Tehát a mai napig nem értem, az az ember, akinek megvan, ugye, tehát egészséges, egészséges meg minden, nem most azért, azok között egy csomó embert reklamálni találsz, hogy nincs pénzem. Könyörgöm, ha egészséges vagy, megvan mindened, akkor mi tart vissza attól, hogy legyen? Ugyanis azok, hát érted, akik, akik, akik vannak, handicappel vannak, is sokszor megnézed, Tehát nézd meg egy paraolimpiát, vagy bármi ilyesmit, hogy azok az emberek is ugyanúgy hogy mennek, és, és, és hátrányból indulnak olyan szempontból. Egyébként meg lehet, hogy előny olyan szempontból, hogy ők olyan dolgokra láthatnak rá. Tehát, hogy teljesen máshol van az a az a, küszöbb, a nehézség küszöbb. És akkor hallod azokra az embereket reklamálni az életről, meg a rendszerre, fogni meg mindenre, akinek egyébként meg minden megadott olyan szempontból, hogy hogy jók az alapok. Tehát, egy egészséges tud ö, ö, lépni. Nagyon sok ilyen van csak egyszerűen nem, mert, mert én már abba bezárkozik, hogy, hogy nem, meg egyébként is rossz az egész, hogy van, meg áh, nem oda születtem, meg túl öreg vagyok hozzá. Tehát mindig a kifogások, az ilyen lista lehet. De ha ugyanezt az energiát beretenni abba, hogy milyen klassz dolgok vannak az életben, és mondom, a legegyszerűbb dolgokat figyelt, tehát nem, ne, hogy is most valaki, hogy csak, a, csak akkor, hogyha majd, és mindig a jövő, hogy ha majd meglesz az autó, ha majd ott fogok lakni, ha majd az a munkahelyem lesz, ha majd annyit, jelenben élünk, mit tudjuk mi, hogy akkor mi lesz. Tehát a mostani dolgért kell hálát adni, és hogyha ezt gyakorlod, ez a fajta hálaadásos, rituáli, úgymond a napi dolgba, napi rutinba beépítve egy nagyon jó hangulatot teremt. És én azért nem nézek híradót, nem foglalkozom a politikával, nem nézek egyébként konkrétan tévét sem, nem foglalkoztam a dolgot, mert semmit nem ad hozzá nekem pozitívan az életemhez. Mondhatják, a bizonyos dolgokkal nem kell egyszerűen, én, én úgy vagyok vele foglalkozni. Ott vannak, ott vannak, léteznek. És ismerek olyan ismerőséget, akik napi szinten fröcsögnek ezeken a dolgokon, és, és egymásnak, és uvas, hallod, és megint, és, és azt látod, hogy egy rossz hangulatban van, rossz élete van, negatív. Míg ott van a másik, ugyanúgy megvannak a problémái, tehát ez nem azt jelenti, hogy is, más is fizet adót, másnak is vannak cégei, ugyanazok a dolgok érintik. Csak nem mindegy, hogy mire teszi a fókuszt hogy valamiben lehetőséget lát, vagy éppenséggel egy, 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 egy annak gondolja, hogy ez, ez őt mint, 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 támadás éri inkább. Tehát a probléma az mindig egy lehetőséget ad neked, hogy valamit fejlődhetsz, valamit tanulhatsz, valahogy éppen tovább tudsz lépni. De valaki az akadályt látja benne. Na mindez, a szuma szumárom ebben a könyvben nagyon sok ilyen gondolat van, és három témára bontja, a szeretet, az egészség és a pénz, ez mind nagyon három fontos dolog és nem úgy, hogy a pénznek olyan nagy jelentőséget tulajdon, hogy a pénz minden pénz, nem nem, 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 erről van szó, csak arról, hogy, hogy, hogy maga a pénz, azt tényleg meg kell értenünk, hogy, hogy az egész, ami a világban minden egy energia. És, 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 igazából nem a konkrétan a pénz kéne megnézni, hogy nekem forintosított, hogy nekem erre, arra a pénzre az kell, hanem mi az, amit el akarsz érni, mindig úgy cselekedj, ha tudsz az életedben, hogy mindig többet adjál, mint amit kapni szeretnél. Tehát ez lenni az alaphozzáállásod. És ezeken mind-mind olyan dolgokat indítunk be, amit, 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 hát mondjuk így az univerzum, nehéz ezekre szavakat találni, meghálál. Nekem például a személyiségemhez az abszolút hozzátartozik, és, és ennek köszönhető részben biztos, hogy általában ilyen, ilyen energiadús, jókedvű videókat látsz, és ezt minden nap le tudom tenni az asztalra, tehát nem az van, hogy, hogy fú, emberünk az, most két ilyet csinál, de egyébként a húszban meg ilyen melankolikusan ül, és el van. nem. És nem csak a videókon, aki velem találkozott személyesen, akár egy Patreon találkozón, akár valahol beszéltünk, mindig, mindig ez fog lejönni. Mert általában ilyen vagyok, ember vagyok, vannak természetesen nekem is rosszabb napjaim, és igenis megélem azokat a pillanatokat, csak aránylag hamar túljutok azon, és már is a fókuszom a, a, jó irányba megy, ami újabb lendületet ad. Na jó, gondoltam így hétvégére. <laughs> hát valaki akkor is nézi a videót, egy ilyen kis apró szösszenet, hát ha te is el akarod olvasni ezt a könyvet, könyvet nekem tetszett, vannak részek, amivel egyetértesz, vagy nem. Ha bármi, ha csak én mindig azt szoktam mondani, hogy én egy mondatot olvasok egy könyvet, hogyha találsz benne egy gondolatot, vagy egy mondatot, ami egy picit javít az életeden, akkor már is egyen előrébb vagy. Én, én igazából ezt, ezt, ezt a receptet vallom, ha úgy tetszik. Na jó, köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszenek ezek a tartalmak, akár a végén, úgymond ezek a monológok, hogy ti fogalmazzátok, vagy éppenség a kriptos dolgok, hogy örültök, hogy naprakészek lehettek ezekkel, akkor ne hagyd le, nyomj egy lájkot. Nagyon szépen köszönöm. Valamint ne felejtsd feliratkozni erre a csatornára, mert látod, nem csak kriptos dolgok vannak itt, hanem egyébként más dolgok is, amik nagyon jól jönnek majd a stratégiádban, hogy kitartsál, hogy a nehéz időkben ugye oda tud tenni magad, és természetesen persze, mint ez a csatorna, az abszolút a kripto témára épül, szóval azon a téren mindenképpen akkor napra kész lehetsz. Feliratkozol, és akkor kapod az értesítést, ahogy egy újabb ilyen tartalom megjelenik itt. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Thank <laughs> you.